Füzesabonyváros önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a közösségépítésre és a sportolási lehetőségek biztosítására, valamint az utánpótlás nevelésre. Ezért a város északi részén önkormányzati és pályázati forrásból épült meg a település legújabb sportlétesítménye, a 20x40 méteres műfüves labdarúgó pálya, a nemrég megújult játszótér mellett. A műfüves pályán közel 35 millió forint forrásból valósult meg, ennek 70%-át a Magyar Labdarúgó Szövetség OTP pályaépítési programján belül állta, illetve önkormányzatunk biztosította a 30%-ot. Hát a célja más nem lehetett, mint Füzesabonyban az utánpótlás nevelés, illetve egy újabb közösségi tér létrehozása. A Magyar Labdarúgó Szövetség 2010 óta stratégiai célul tűzte ki a tömegesítést és a létesítményhelyzet javítását az utánpótlás nevelés érdekében, mondta Sipos Jenő, a szövetség szóvivője, ezért az utóbbi időben a megyében is több műfüves pályát adtak át. Én azt gondolom, hogy ez nagyon sokat segíthet a település sportolni vágyó gyerekeinek a mozgásigény kielégítésébe, de nem csak labdarúgásra szolgál ez a pálya, hiszen ezzel lehet kézilabdázni, vagy más sportágokat is játszani. Másrészt pedig gyönyörű helyen van, és egy közösségi tér is lehet a település életében. Én azt gondolom, hogy azok a gyerekek, akik ilyen pályán kezdenek el futballozni, joggal reménykedhetünk abban, hogy a foci mellett maradnak a későbbiekben, akár játékosként, akár edzőként, akár vezetőként, de azt is bizton remélem, hogy a szülők, akik meglátják ezt a pályát, szívesen engedik el a gyerekeket ez ilyen pályára, mert itt már valóban nagyon gyönyörű és nagyszerű körülmények között játszhatnak a gyerekek. Gondolom, korábban itt sem voltak azért ilyen feltételek a településen. Ez az átadási program egyébként számomra azt is jelenti, hogy itt sem nyugodnak bele abba, hogy milyen állapotban a jelen pillanatban a füzesabonyi labdarúgás, hanem próbálnak gyerekeket találni, tehetségeket találni és nevelni, akikből később esetleg a felnőtt csapat tagjai lehetnek. Én személy szerint még abban is bízom, hogy túlnövik Heves megye kereteit, és később valamelyik korosztályos válogatottban, vagy akár a felnőtt válogatottban is találkozhatunk olyan gyerekkel, aki mondjuk itt a füzesabonyi műfüves pályán rúgott először labdába. Reméljük, hogy így lesz. Ebből azt hiszem, hogy jól jön neki akár a település, akár a térség, mondjuk Heves megye, és természetesen a magyar labdarúgás is. Az átadó után a gyerekek birtokba vehették az új pályát. Ezt a város diákjai ingyenesen használhatják tanórákon és azon kívül, de számítanak a felnőtt lakosságra is, akik térítés ellenében sportolhatnak majd rajta.